Hamarosan dönteniük kell a most 8. osztályos tanulóknak arról, hogy merre szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A Tolnavár megyei szakképzési centrum színes képzési kínálattal várja a fiatalokat. Nagy döntés előtt állnak az általános iskolás 8-osok, na meg hát persze a szüleik is, meg kell hozzák életük egyik nagyon fontos döntését. Február 22-e az a dátum, ameddig el kell lesz döntsék, és a jelentkezési lapok az általános iskolák által el kell kerüljenek az oktatási hivatalhoz, illetve hát természetesen a szakképző intézményekbe is. Mi sok mindenben tudunk nekik segíteni, még ezekben az utolsó napokban is. Abban tudunk segíteni, hogy megmutatjuk mi a képzési palettánk. Egyrésztről, másrésztről el tudjuk mondani, és be tudjuk még mindig mutatni azt, hogy milyen előnyökkel bír a szakképzés. Milyen lehetőségek közül tudnak választani a diákok, hogyha bennünket választanak. A Tolna megyei szakképzési centrum a megye 6 városában 8 iskolában működik. Szekszárdon ezek közül 3 intézmény működik, az ADI, a Bezerédi és a Hunyadi technikumok. Ha Bonyhád felé megyek, akkor a Perccel technikumot tudom ajánlani, Tamásiban a Vályi szakképző iskolánkat, Dombóváron az Apácai technikumunkat, és ha észak felé mozdulunk, akkor az Első István szakképző iskolát, illetve Dunaföldváron a Magyar László szakképző iskolát. Ez a 8 iskola 16 ágazatban és több mint 45 szakmában kínál képzéseket. A megye munkaerőpiaci igényeit gyakorlatilag teljes egészében le tudjuk fedni, és egy biztos szakmát kapnak a kezükbe a nálunk végzett tanulók. Hogyha tájékozódni szeretnének a képzéseinkről, akkor a Tolna megyei szakképzési centrum honlapját, illetve az intézményeink honlapját ajánlom, ahol meg tudják tekinteni, hogy milyen ágazatokban milyen szakmákat választhatnak. A szépészettől a gazdálkodás menedzsmenten keresztül a gépészet ágazatig nagyon-nagyon sokféle a palettánk, de ezeken a honlapokon, információs felületeken nem csak a képzési tartalom tekinthető meg, hanem meg tudják nézni azt, hogy milyen előnyökkel bír egy szakképzés, mit jelent az, hogy szakképzési ösztöndíj, illetve hogyha a duális partnerhez kerülnek, mit jelent a szakképzési munkabér, mit jelent az, hogy pályakezdési támogatás. Tehát gyakorlatilag az az életút, amit ajánlani tudunk számára ezeken a honlapokon megtekinthető. A diákoknak február 22-éig kell leadniuk a jelentkezéseket. Örömmel mondom, hogy nálunk jellemzően nincsen felvételi eljárás. Az általános iskolás hozott eredmények alapján rangsoroljuk a tanulókat, de legkésőbb február 22-éig ezt a döntést meg kell hozzák a tanulók. Ezt követőleg még ha úgy gondolják, szülők és tanulók együttesen tudnak a jelentkezés sorrendjén módosítani, sőt május 8-át követőleg még egy felvételi eljárás módosítás is történik, tehát ez egy olyan pótidőszak, amikor még van lehetőség a betöltett lehelyekre jelentkezniük a tanulóknak, illetve hát a szüleiknek összesen. Ajánlom tehát a Tolna megyei szakképzési centrum minden iskoláját a jelentkezőknek. Én azt gondolom, hogy a szakképzés biztos munkahelyet teremt, tehát az itt megszerzett biztos tudással és a duális partnereknél szerzett biztos tudással azt gondolom, hogy biztonságos munkahelyet fognak találni a megyében, illetve a régióban.